Nem. Ilyet még tényleg nem láttam. De persze nem itt kezdődött a közös történetünk. Amúgy én Máté vagyok, és elmesélem, hogy hogyan találkoztam ezzel a három lányjal. 26 éves voltam. Épp fogalmam sem volt, hogy miről csinálják diplomafilmet, és aznap úgy döntöttem, hogy metró helyett inkább villamossal megyek haza. Miközben sétáltam, azon gondolkoztam, mégis mi érdekel engem igazán. Az például nagyon érdekelt, hogy miért nem tudok végre rendes felnőtté válni, aki nem szorong olyan hülyeségeken, hogyha mégis metróval megy, lehet gyorsabban hazaért volna. Aztán egyszer csak oldalra néztem. A túloldalon ott volt egy különleges iskola. A belvárosi tanoda. Valahol itt kezdődik ez a történet. Vagyis pontosabban ott, azon a suli előtti patkán. Itt találkoztam ugyanis a három lányjal. Szani, Tina és Emese. Vagy ahogy a suliban ismerik őket, a dívák. Első forgatási nap. Ebben a kávézóban találkoztunk a törzshelyükön. Ekkor még csak pár dolgot tudtam róluk, azon kívül, hogy még csak most fognak érettségizni, pedig már mindhárman 20 évesek. Ja, igen, volt.